A jobb állkapcsom borzasztóan kattogott. Úgy éreztem, hogy kimozdul, majd visszaáll a helyére. Nagyon fájt. Nehéz volt kinyitnom a számat 1-2 centiméternél nagyobbra. Felkeltem reggel, próbáltam masszírozni, odaraktam a kezemet, csak hogy fogat tudjak mosni. A hamburger vagy más szendvicset próbáltam enni, nagyon fájt, mint a húznék valamit. Elmentem a fogorvosomhoz, aki azt mondta, hogy úgy tűnik, a rágó ízülettel van baj. De nem ismert nagyon semmit, ami segíthetett volna, csak fájdalomcsillapítót tudtam bevenni. Mondtam a lányoknak, hogy imádkozzanak értem. A férjem is imádkozott. Elkezdtük használni az álhatatosság fegyverét. Van, amikor ezt kell tennünk. Imádkozni kitartóan. Pár hónappal később néztem a 700-as klub adását, és Gordon éppen imádkozott. A következőket mondta. Van egy személy, akinek fáj a jobb oldali állkapcsa rágó ízületi probléma miatt, és nem tudja kinyitni a száját. Nyissa ki, és fogadja el a gyógyulást. Tudtam, hogy értem imádkozott. Felemeltem a kezem, és megvallottam, hogy meggyógyultam. Mikor véget ért az adás, körbesétáltam. Ebédidő volt, készítettem magamnak egy szendvicset, kinyitottam a számat, és teljesen ki tudtam nyitni. Úgy, hogy nem pattogott, kattogott, és azóta sem fordult ez elő. Nagyon hálás vagyok. Csodálatos, hogy már nem kell így élnem. Tudom, hogy Jézus tette ezt, nem akarta, hogy így éljek tovább. Neki az volt az akarata, hogy tudjak beszélni, enni. Én azt tudom mondani, hogy ne korlátozza le Istent. Bízzon benne, imádkozzon tovább, és ő betölti a szükségeinket.